Sziasztok! Battai Máté vagyok. Én pedig Tóth Patrik. Platán vagyunk, a Platán vendégfogadó. Platán étterem és vendégház. A mai hétvégét Tatán töltjük, a Platán vendégház és étteremben, úgyhogy egy kis kihelyezőt, szerkesztőséget tartunk itt Mátéval, és itt vettük fel a most következő videót, ahol 4 jó tanácsot árulunk el, hogy hogyan küzdheted le a félelmet és a szorongást. Félénk vagy? Hogy úgy érzed, hogy átgázolnak rajtad? Időnként mindenki érez félelmet vagy szorongást. Még mi is. Az önmenedzselés nem is olyan nagy művészet, ha tudod, mire kell figyelned. Következzen most 4 jó tanács, hogy hogyan küzd le a félelmet, illetve szorongást. Ahhoz, hogy le tud győzni a félelmet, illetve szorongást, legelőször is tudnod kell, mivel állsz szemben. A félelem egy lehangoló érzés, amit egy általunk észlelt fenyegetés kelt bennünk. Naponta érezzük, naponta lebeg körülöttünk, mégis mindenki arra vágyik, hogy soha többé ne érezze. A félelem egy alapvető mechanizmus, válasz egy bizonyos ingerre, mint például a fájdalom vagy a veszély. A félelmet 2 nagy csoportba lehet sorolni, belső vagy külső félelem. A külső félelmet rajtunk kívülálló dolog okozza, aminél erős a motivációnk, hogy elkerüljük, például a pókoktól való félelem. A belső félelem egy rajtunk kívülálló dolog, amihez negatív érzelmet társítunk, például alacsony önbecsülés okozta félelem. 2. pont. Testbeszéd. A testbeszéded a legegyértelműbb kommunikációd a külvilág felé. Bárki bármit mond, a testbeszéd jelzéseit mindenki tudja dekódolni. Ez színtiszta evolúció. Mindenki, aki nem pantomim művész, tudja, hogy a legárnyaltabban szavakkal tudja kifejezni magát. Azt viszont nagyon kevesen tudják, hogy a közlés folyamat közel 2/3 nonverbális, vagyis szavak nélküli, és ráadásul majdnem teljesen ösztönös. A kommunikációs folyamatban tehát meghatározó lesz, hogy hogyan kommunikálsz a testeddel. Mit mutatsz a tárgyaló partnerednek? Magabiztos, erőt sugárzó a testbeszéded? Vagy csak egy potenciális balekot lát benned? Rajtad múlik! A legfontosabb és leglátványosabb konkrét show elemek a következők. Húzd ki magad, a görnyed hát és a beesett mellkas erőtlenséget mutat. Ne húzd fel a vállad, és ne gesztikulálj túl sokat. Nézd bátran a beszélgető partnered szemébe, ez nem agresszió, csak határozottság. Ne nevetgélj, a folyamatos nevetgélés a feszültségoldást hivatott elősegíteni, de neked erre most nincs szükséged. És lehet, hogy nagyon kényelmes, de ne fondd keresztbe a karjaidat. Hogyan és miért érdemes leküzdeni a félelmet, illetve a szorongást? Kutatások bizonyítják, hogy mindennek, amit az életben félünk, 87%-a nem következik be, 7%-a valóban bekövetkezik, de 6%-ának kimenetelére valamennyire még hatással is lehetünk. Ez tehát azt jelenti, hogy a legtöbb dolog, ami szorongást, nyugtalanságot idéz elő bennünk, valójában nem történik meg, és csak igen kevés, vagy egyáltalán semmi befolyással nem vagyunk arra, ami végül bekövetkezik. Nem kifizetődő azon rágódni, amitől félünk. Amikor félünk, fenyegetésnek fogunk fel egy nem létező látszatot. A félelem tehát nem más, mint egyfajta fizikai reagálás olyan elképzelt következményekre, amiket nem kívánunk. Tekintet nélkül az adott helyzet valódi alakulási lehetőségeire. Mi a legfőbb tanulság? Az, hogy életünkben az elképzelt forgatókönyvek közel 90%-át negatívan látjuk. Képzeljük el, mekkora energiát nyerhetünk abból, ha mostantól mindezt elfelejtjük, és mától pozitívan állunk minden élethelyzethez. Ne felejtsd, a valódi élet a komfortzónád határán túl kezdődik. A 4. és utolsó pontunk a gondolati szint. Az eddig elmondottaknak semmi haszna nincsen, hogyha te személy szerint nem hiszed el, hogy ezek a trükkök alkalmasak arra, hogy változtassanak az életeden, és nem kezdesz el tenni azért, hogy ezek a változások valóban bekövetkezzenek. A kis dolgokkal kell elkezdeni. Most, amikor nézed ezt a videót, görnyetten ülsz az íróasztalodnál? Húzd ki magad! Vágj bele most azonnal, és hidd el, te is meg fogsz lepődni, hogy rövid idő alatt mennyivel magabiztosabb lettél. Ugye milyen könnyű az egész? És ne felejtjétek, nincs többé majd holnap.